az igazság nem boldogít, tartja a mondás. Hát ennek az ellensúlyozására hadd mondjak önöknek valamit. Egy asszony illata című amerikai filmben Frank Stave alezredes, öngyilkosságra készül, megkeseredett életét ezzel szeretnél befejezni. Egy diák szegődik melléje, háromnapos New York-i útján, mivel az alezredes az vak, ő segíti az utolsó tivornyák megszervezésében és a életnek az ilyen értelmű lezárását. Közben az alezredes megtudja, hogy a gyerek ellen egy fegyelmi eljárás van folyamatban, az iskoláját azzal vádolják, hogy ő látott egy olyan cselekedetet, miszerint négy gazdag gyerek megtévválta az iskola igazgatóját, festéket öntött annak a csodálatos kedilekére, és ezzel tették az iskola igazgatóját nevetségessé. Ezért egy fegyelmi tárgyalásra kerül sor, ahol persze a gazdag gyerekek, akik ezt megszervezték, igyekezvén kibújni a büntetés alól, az egyik társukkal is megbeszélik, hogy ő bizony nem látott semmit, senki nem látott semmit, csak egyedül Mr. Sims, Charlie, a fiatal fiú az, aki látta ezt az eseményt, amikor az igazgatót megalázták. A fegyelmi tárgyalásra az iskola színáról kerül sor, és minden gyerek ott van, szülői munkaközösség és az igazgató arra igyekszik rávenni Charlie-t, a fiatal fiút, a szegény gyereket, hogy köpje be a cseh kieszelőket, és árulja be őket, és akkor megkapja majd a tanulmány ösztöndíjat, mehet a Harvardra, előtt megnyílik előtte az élet. Ezt a kis cselekedetet, ezt a bűnrészességet vállalja el. Hát a gyerek egyedül marad, és nagyon úgy néz ki, hogy itt tragikus véget ér az ő története, amikor megjelenik Frank Stave alezredes, akit Al Pacino alakít, Al Pacino egyébként ezért az alakításáért később Oscar-díjat kapott, és vakul, bár igyekeznek belé folytani a szót, elmondja, hogy mi a véleménye az iskoláról. Az igazgató ugye arra hivatkozott, hogy az iskola hírneve, a büszkeség, kiket neveltek a társadalomnak, azt készteti arra őket, hogy itt elpusolják ezt az ügyet, de Frank Stave alezredes nem lehet vele folytani a szót, kipakol, és elmondja, hogy ez, ami ebben az iskolában folyik, ez a nemzet megpestelenítése. Itt tagnyalókat, besúgókat, csalókat neveznek, és hazugoknak nevezi az iskola vezetését. Olyannyira belejön ebbe a beszédbe, hogy többször elrakolják menni tőle a szót, kitör a taps, és a gyerekek megtapsolják Frank Stave alezredest. A fegyelmi bizottság nem tud más tenni, felmenti Charlie-t, mehet tovább a pályáján, mehet tovább az életben. És Frank Stave alezredes nem végzett önmagával, hanem új értelmet kapott az élete, az igazság boldogult. Nyilván önök között, ha sokan vannak, megkérdezik, hogy ez a jó ember minek mesélte el ezt a történet. Hát mi is ismerünk egy iskolaigazgatót, aki tapnyaló, hazug, és különböző furcsa olyan dolgokat művel, amivel eddig még nem volt példa. Nem a jelenlegi iskolaigazgatókról van szó, nehogy valaki félreértse. Zoli, te egy kiváló iskolaigazgató vagy, nem a jelenlegi iskolaigazgatókra gondoltam, de azt gondolom, hogy mi svábok vagyunk. Zoli, a német nemzetiség elnöke, sváb. Én is sváb vagyok. Pék Attila képviselő is sváb. Pákoi úr is, Heizer Jóska is, Meitzinger Miska is, és önök között bizonyára nagyon sokan vannak, akik svábok. A svábok tavaszivisten. A svábok szeretik az igazságot. Azt tartják rólunk, hogy mi szeretjük az igazságot.
Az igazságot felismerni, az nem egy egyszerű dolog. Ráadásul kifejezésre juttatni, hogy mi az igazság, az talán még nehezebb dolog. De mi svábok, ha felismerjük az igazságot, juttassuk is kifejezésre. Mutassuk meg, hogy mi az igazság. Együtt tegyük meg ezt, és higgyék el, a mi életünk is boldog lesz, akár csak Frank Szél Valezredes élete. Jó szórakozást kívánok önökre, én Wünsche, innen Phil Verglühen.